2022-ben már több mint 100 közérdekű adatigénylés érkezett a Városházára. Az azt megelőző évben mindössze 82, míg 2020-ban 54. A városa megválaszolt adatkérésekért cserébe nem vesz igénybe költségtérítést, ingyenesen biztosítják a közérdekű adatigénylést. Csak az olyan kérvényeket utasították el, amik nem a hivatalhoz tartoznak, vagy névtelenül érkeztek. Mondjuk ugye a választás környékén. Dossziék sorakoznak Miskolc jegyzőjének irodájában. Sajtótájékoztatón számolt be Ignác Dávid, hogyan alakult a közérdekű adatigénylések száma, amik az elmúlt 3 évben futottak be a Városházára. 2022-ben csak nem kétszer annyi kérvény érkezett, mint 2 évvel azelőtt, 105 darab. A jogszabály adja azt a lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy egyébként költségtérítést kérjünk a elkészített és megválaszolt közérdekű adatkérésekért. Miskolc megyei város önkormányzata, a Városháza hivatal egy fillért ebben nem kérte el sohasem, tehát mi teljes egészében ingyenesen biztosítjuk ezekkel a közérdekű adatkérésekkel történő kommunikációt, bár lenne rá lehetőség, de mi ezért nem kérünk pénzt. A közérdekű adatkérésekkel kapcsolatban semmilyen szabálytalanságot nem követett el az önkormányzata jegyző szerint, csak az olyan kérvényeket utasították el, amelyek nem a hivatalhoz tartoznak. Közérdekű adatok közzététele, ez egy másik fontos elem. A miskolc.hu honlapon a lehető legteljesebb körben folyamatosan frissítve tesszük közé a közérdekű adatokat, például az 5 millió forint fölötti szerződéseket, költségvetéseket, az ezzel kapcsolatos fontos információkat, tehát ez a mindenki számára nyilvános és elérhető honlap. Ignác Dávid hozzátette, a közgyűlések előterjesztéseit is közzé fogják tenni a város honlapján. Ezek gyakran több száz oldalasak is lehetnek, így annak a rövidített formáját osztják majd meg.